A kecskeméti LC a héten már bizony komolyan belecsapott a lecsóba, megkezdődött a felkészülés aktív szakasza napi egy edzéssel. Az utóbbi napok feladatairól, illetve a tapasztalatokról Németi Norbert vezetőedzőt kérdezte. A technikai részén azon túl vagyunk, azzal kezdeném, hogy az ismerkedés stádiuma az lezajlott. Ugye a játékosok is bemutatkozott így az eddigi stábunk, szerintem aki részt vesz a munkába. Az erőlétem megszerzésén van a legfőbb hangsúly most az edzéseken, ugye ilyen irányba is próbálunk dolgozni. Amit tudunk, azért labdával próbálunk megoldani, hogy legyenek olyan szárazok a dolgok. Én is szeretem, hogyha minél több labda volt az edzésen, úgyhogy erre törekszünk. Nekem nagyon pozitívak az élményeim eddig, azt tudom mondani, mind a csapat hozzáállása, mind a látott dolgok alapján, úgyhogy remélem, hogy majd tudunk meríteni elég sok mindent. A stáb már körvonalazódni látszik, az edzéseken Célászló segítette a munkát, míg az erőnléti tréningekre Borbély Erik is bekapcsolódott. Németi Norbert igyekszik kihasználni a bennük rejlő lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy a tavasszal biztos, hogy segíteni fognak nekem. A Laci is ugye többször többet lát, úgyhogy biztos, hogy egy pár dolgot ő is észre fog venni a csapattal kapcsolatban. Az Erik az ugye erőnléti edző, ez a részhez elég jól ért, én úgy gondolom. És persze nyilván figyelem azt, hogy ugye játékosokat, az, hogy milyen állapotban vagyunk akár egy-egy edzés után, ő úgy kapcsolódik be a munkába, amennyit tudjuk, használjuk az Eriket is. Szerintem ő belül is, az előbb is ezt a szót használtam, hogy meríteni tudunk a játékosokba, az Erik munkájából is szerintem tudunk majd meríteni. Szombaton 13 órakor a Hódmezővásárhelyet fogadjuk a Széktói Stadion műfüves pályáján. Ez lesz a csapat első téli felkészülési meccse. Vezetőedzőnk egyelőre inkább alapdolgokat szeretne viszont látni a játékosoktól, hiszen még közel sincsenek a legjobb állapotukban. Nagy elvárásaim azért nincsenek. Ugye nem is hinném, hogy a legjobb állapotba fogunk odaérkezni. Nekem is még meg kell ismernem a csapatba egy pár dolgot, játékosokkal kapcsolatban is. Biztos, hogy variálni fogunk, pozícióban megnézzünk minél több játékost. Ugye azért beszélgettem itt, haladok én is ezzel a dologgal, hogy ki hol érzi a legjobban, nyilván a döntést azt majd nekünk kell meghozni, tehát azért nem teljesen kívánság műsor ez az egész. Úgyhogy én ezt várom, hogy egy pár dolgot fogok kérni, azt azért szeretném majd visszalátni mindenféleképpen, de ezekről már szó esett eddig is az edzésen, úgy gondolom. A legfőbb hangsúly az úgy gondolom a fejbeli dolgokon lesz még most. Azt azért szeretném majd látni a pályán. A Kecskeméti LC összes felkészülési meccse, így a szombati is természetesen ingyenes, a további programot honlapunkon www.kecskemetilc.hu oldalon találják meg drukkereink.